Ha innét nézem három, ha onnét nézem öt, a héten nyilvánosságra hozták a szakági év sportolója címek győzteseit. Négy fehérvári kötődésű sportoló nyert a hazai szövetségek szavazásain öt számban. Két elsőséggel az Alba Veszta ese futszálosa, Pádár Anita nyerte a házi versenyt, hiszen mind kis pályán, mind nagy pályán ő lett az MLS-nél a győztes. Hanga Ádám már a Mánréz a kosárlabdázójaként nyert, de nyilván figyelembe vették a Honi Szövetségnél a tavaszi teljesítményét. Melyel nagyban hozzájárult, hogy az Alba a kupában és a bajnokságban is ezüstérmes lett. Apropó Manréza. A spanyol bajnokságot az NBA utáni legerősebb küzdelem sorozatnak tartják a világon, és hanga meghatározó tagja az ACB középmezőnyéhez tartozó gárdának, és nem mellesleg a nyáron draftolta az NBA és San Antonio Spurs. Kovács sorolta öttusázó elsőségéhez, kétség sem fért, hiszen idén is tarolta juniorok mezőnyében világ- és európa bajnok, lett, és a felnőtteknél is megrángatta már annak a bizonyos oroszlánnak a bajszát, hiszen a felnőtt vébén felállhatott a dobogó második fokára. Az évi égkorongozóját Ladányi Balázsnak hívják, aki idén OB1-et nyert a Szapa Fehérvárral, tagja volt annak a magyar válogatottnak, amely a Divízió 1-es világbajnokságon az olaszokkal szemben csak hosszabbításban maradt alul a feljutásról döntő meccsen, klubcsapatával pedig folyamatosan rájátszást érő helyen áll az évelben. És akkor most nézzük az érdekességeket. Az idén 16-szor lett az év női sakkozója Polgár Judit, és 14-szer nyert a vasas sífutója Takserer Zoltán. Az év labdarúgója Rudolf Gergely lett, az év női kézilabdázója a Ferencvárossal kekket nyerő irányító Szucsánszki Zita lett. A triatlonistáknál pedig a Vanek család tarolt, a férfiaknál Ákos, a nőknél pedig Huga Margit kapta az elismerést. Gratulálunk és sok sikert kívánunk 2012-re is!